Az 1238 négyzetméteres új nyírbogáti épületben egy közös központi helyiséget alakítottak ki, ahol konyha, foglalkoztató és fejlesztő szobák, orvosi szoba, irodák, karbantartó részleg és garázs áll majd az ott lakók és dolgozók rendelkezésére. A négy lakóegységben összesen 10-10 gyermeket tudnak elhelyezni. Ez az épület egy 40 fős korszerűtlen nyírbátori intézményt vált ki. Teljesen új falusias környezetbe kerülnek a gyerekek. Ez a 40 fő egy új modern épületbe fog élni. 3-4 ágyos szobákba, egyébként 4-10 fős csoportba. Itt egy családias környezetben megtanulják a nevelők, pedagógusok segítségével az önellátást, és amit remélhetőleg az életük folyamán fognak tudni majd itt használni, hasznosítani. Az átadó ünnepségen elhangzott, az új épület létrejöttével a gyermekek kikerülnek a városias környezetből, egy nyugodtabb, családias környezetbe, ahol sokkal kedvezőbb feltételek adódnak a társadalmi beilleszkedésre. Nyírbátorban a gyermekvédelmi központ áldatlan állapotban üzemel sajnálatos módon. Ugye a gyerekek olyan körülmények között élnek, ami véleményem szerint a 21. században nem méltó a gyerekeink neveléséhez, és ezért is örültünk annak a kezdeményezésnek, amit néhány évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt pontosan Sesták Oszkár elnök úr és Kovács Sándorral elnök úr tett, miszerint a nyírbátori intézménye kiváltására pályázatot lehetett benyújtani. Az új intézményben nem csak a gyermekek, hanem a dolgozók is kedvezőbb körülmények között tudják a munkájukat végezni.